Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Anília részére. Kedves Anília, üdvözöllek téged, ez a te videód. Itt megtekintjük a titkokat, először egy kirakásnál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent bal oldalon utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt az arany érméről van szó, tehát anyagiakról és a munkádról. Ez a fiatal férfi mutathat egy kapcsolatot valakivel, aki fiatalabb nálad a munkahelyeden, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Itt újdonságokról lehet szó, munkahelyi változásokról. Ez az arany érem utal belső értékekre is, hogy te értékes vagy számára, és ezt mutatni fogja, de mint ahogy ez a fiatal férfi jelenti a kis lépéseket, tehát nem fog nagy döntéseket hozni, mégis érezteti veled azt, hogy mennyire értékes számára ez a párkapcsolat. Most áttérek a következő kártyára. Ez a kép azt mutatja, hogy látnak mások téged. Itt megvan ez a varázslatos kisugárzásod. Azt is jelentheti, hogy te nagyon okos bölcs vagy, és érdekel a spirituális terület, és ezt mások tudják rólad. És most megtekintjük a következő kártyát. A harmadik kártya mutatja a gondolataidat, vagy azt, hogy miről kellene elgondolkodnod. Itt a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Ez úgy belülről jön. Azon kívül mutatja a tehetségedet. Ez egy kreatív munka vagy hobbi a művészetek területén. És ott vannak a gyümölcsök is, tehát ez azt jelenti, ha te ezen a területen kibontakozod magadat, akkor az gyümölcsöt hoz. Amit még ez a kép jelent, hogy légy diplomatikus és alkalmazkodj másokhoz vagy a körülményekhez. Persze azt is jelentheti, hogy te ezt megteszed, és mindig másokra gondolsz, de nem magadra, és ezen kellene elgondolkoznod. Mert nem akarsz megsérteni senkit, viszont vannak helyzetek, amikor előnyös nemet mondani. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutatja az érzelmeidet. Itt az érmékről van szó, tehát a föld eleméről. Kell számodra a biztonság érzete. Nem csak ami az anyagiakat vagy a munkát illeti, hanem a párkapcsolat területén is. De a 9-es szám ezen a kártyán a korlátozásokra utal. Az lehet, hogy benne vagy egy párkapcsolatban az anyagiak miatt, és nehéz kilépni ebből, de utalhat arra is, hogy a belső értékeknél oda kellene figyelni arra, amit a kártya közöl, hogy légy tudatában a saját értékeiddel. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya elárul egy titkot, hiszen ennél a jóslásnál titkokról van szó. Itt jön egy férfi, ezen a lovon.
De ott van a páncél, és nem láthatjuk az arcát, nem tudni, hogy mit akar, de a kezében van a kard, és ez arra utal, hogy ez a férfi döntéseket hoz, átteszi magát a félelmeken, és ez a kard gyakran válásra utal. Én úgy mondanám, hogy ez a kártya azt közli veled, hogy a lelki társad elválik, és ez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. És most megtekintjük a következő kártyát, ami azt jelenti, miért fontos számodra ez a titok. Ezen a kártyán látható a kettes szám, és az azt jelenti, itt kialakul kettőtök között egy párkapcsolat, és ebbe az irányba fogtok tekinteni. Te és ő. Itt a tűz eleméről van szó, és az utal a bátorságra, hogy te le tudod zárni a jelenlegi párkapcsolatodat, és ő is lezárja. Mint ahogy a másik kép, ez a lovas férfi is erre utal. És lesz egy közös irány, egy közös életút. Ez eltarthat egy-két évig, de bízhatsz ebben a jövőben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal egy lelki üzenetre. Mit sugall a lelked számodra? Itt látható egy kard. Kezedbe veszed ezt a kardot, és az utal döntésekre, és a vállásra is, mert a kard elvágja a múltadat. Amit ez a kép még jelent, hogy átteszed magadat a félelmeken, rendezed a dolgaidat, fontos döntéseket fogsz hozni, és lesz közted és a lelki társad között egy fontos döntés, egy fontos beszélgetés. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott jobb oldalon mutatja azt, mi ad számodra erőt. Ez a belső erő. Itt látható az uralkodó nő. Te vagy ez az uralkodó nő. Uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj a helyzetek felett. És legyen meg ez a magabiztos fellépésed. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt alul bal oldalon utal a szerelmi élet területére. Ő, a lelki társad, aktív lesz. És mutatja a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, és a testi kapcsolatot is. Itt lesznek döntések, ő lesz az első, aki fontos döntést fog hozni, és elválik a nejétől. Most megtekintjük a következő kártyát. A kép mutatja a jövőt, és utal a párkapcsolatotokra. A tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben, és ez kettőtökre vonatkozik. Egy közös jövő lesz itt. Amit ez a kép még jelent, az anyagi biztonság. Azon kívül utal a föld elemére, tehát reális dolgokra, amiről ti álmodoztok, az megvalósul, és rendbe jönnek a dolgok. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép mutatja a meglepetéseket, azt, amire nem számítasz.
Itt szintén a tűz eleméről van szó. A tűz eleme aktív, itt van mozgás, azon kívül utal a bátorságra, a lelkesedésre is. Itt középen látható a lelki társad, kezébe veszi a dolgokat, mert ott van a kezébe a bot, a másik bot bal oldalon téged szimbolizál, ő nem akar téged befolyásolni a döntéseknél, ő lesz az első, aki komoly döntéseket fog hozni, és elvárja azt, hogy mellette maradj, kövesd őt, és a harmadik bot ott elől, ahol ő hátat fordít. Ez a jelenlegi társnője, és ő elfordul tőle. Keres veled együtt egy kiutat, egy közös életutat. És most megtekintjük a következő kártyát, ami szintén a jövőre utal. Ezen a képen a lelki társad látható. A kezében van ez az aranykehely, utal az érzelmekre. Mint ez a fiatal fiú, ő is kicsit még bizonytalan, ami az érzelmeket illeti, de ennek ellenére látható, hogy ezt mutatja kifele, tehát kimutatja az érzelmeit. Amit ez a fiatal férfi még szimbolizál, egy új kezdet. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor és ahol te megszülettél, az indiai számítás szerint a rák jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod, ez kihat a külsődre, a fellépésedre, a személyiségedre. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Nálad fontosak az érzelmek, de segítőkész vagy, így látnak mások téged is. Ami még számodra fontos, az a családi kapcsolat, vagy egy otthon. De ez az otthon lehet egy belső otthon is, amit elérsz, ha meditálsz. Az aszcendentusod, azaz aslésa holtházban van, az indiai asztrológia szerint, ami a megújulásokat jelenti. És mindig benne vagy ebben a transformációban, itt a te érzelmedről van szó. Vannak negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, és vannak pozitív érzelmek, mint a hit, a bátorság, a szeretet, és folyton ki kell lépned a negatív érzelmekből, mint a félelmekből, és bízni a jövőben, a szeretetben, bízni magadban. Az aszcendentussal szemben van a deszcendentus, és ezzel nyílik egy új életterület, a hetes ház, ami a párkapcsolatra utal. Nálad itt található a bak jegye, Merkur bolygó és Mars bolygó. Merkur bolygó az a cselekvésekre utal és a kommunikációra, de az emlékekre is, a gyermekkori emlékekre. Mars bolygó pedig jelenti a te erődet és a te lelki társadat. Ebben az évben itt mozog a bak jegyében Szaturnusz bolygó, a sorsok bolygója, itt lesz egy sorsdöntő változás a hetes életházban, ami a párkapcsolatra utal. Plutó bolygó szintén itt mozog a bak jegyében, és mutatja azt, mennyire fontos erre koncentrálni.
Jelen pillanatban még itt van Jupiter bolygó, adja a lehetőségeket, és utal az igazságra, az igazságtalanságokra, gyakran bírósági dolgokra is, az lehet egy vállás is. Májustól elbúcsúzik a bak jegyétől, de visszatér október-november hónapban, természetesen ez évben. Az ő horoszkópjában a rák jegyében van a lefele mozgó holdcsomó kétú. Ez utal kármikus témákra, a múltra, mint arra, amit ő a múltban átél. Mivel a te aszcendentusod szintén a rák jegyében van, így van köztetek egy kapcsolat, sőt, az is előfordulhat, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, és van itt egy ilyen lelki kapcsolat köztetek. Az ő horoszkópjában a bak jegyében van a hold, ami az ő érzelmeire utal, és ott van nála Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, ami szintén egy kármikus csomó, mutat egy életterületet, amit ő nem ismer. Tehát így neki nehéz érzelmekről beszélni, vagy kimutatni az érzelmeket. A holdnál gyakran vannak anyai témák is, és ez így megnehezíti nála azt, hogy nyitott legyen a jövőről vagy érzelmekről beszélni. A te horoszkópodban a Skorpión jegye az ötös életházban van. Ez az ötös életház, ez a gyermekeknek a háza. Természetesen jelentheti a gyermekeidet, de a te gyermekkorodat is, a gyermekkori emlékeket. Itt található a te horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó, Rahu, ami egy kármikus csomó, és mutat egy életterületet, amit nem ismersz, de a lelkednek szüksége van erre, mert itt gyűjtesz élettapasztalatokat, ami téged felszabadít. Ez lehet a belső gyermeki érzés, de amit ez az ötös életház még mutat, ez egy olyan, mint egy színdarab, ahol te játszod a főszerepet. Utal kreatív tevékenységekre, és utal az élet örömre, hogy bizonyos dolgokat, ami nyomaszt téged, ne olyan szigorúan vedd, hanem könnyűségekkel kicsit játszadozva, ahogy a gyermekek nekünk ezt mutatják. Nálad itt található Rahu ebben az ötös életházban, a Skorpión jegyében. Ez a holdcsomó, Rahu, de a másik holdcsomó is Kétu, ezek mozognak. És Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó, ami a múltra utal, itt mozog jelen pillanatban a Skorpión jegyében, és itt lesznek emlékek, kármikus témák. Ez a Kétu mozgás itt a Skorpión jegyénél eltart 2022 márciusáig. Mint ahogy említettem, ezek a holdcsomók mozognak, és Rahu, a felfele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó, ami egy új irányt, egy új lehetőséget mutat, 2022 márciusáig a bika jegyében lesz. A te horoszkópodban a bika jegyében van a lefele mozgó holdcsomó Kétu, ami a múltra utal, tehát itt tükröződik számodra valami,
és ezt átéled a 11-es életházban, ami barátságokra utal, de ez a 11-es életház, ez a reménynek a háza. Arról, amiről álmodozol, hogy ebben kellene hinned, hogy ez megvalósul. Lehet, hogy a múltban nem hittél ebben, hogy egy álom megvalósulhat, és idén, meg jövő év elején itt tükröződik számodra valami. Tehát visszatér ugyanez a téma, és most tanulod azt, hogy higgy az álmaidban, mert ez a reményeknek a háza. Az ő horoszkópjában a nap, ami az ő énjét szimbolizálja, és Merkur bolygó, ami a kommunikációra, de az ő gyermekkorára is utal, nála ez a vízöntő jegyében van, és nálad a nap található a vízöntő jegyében. Tehát itt van kettőtök között ez a harmónia, különösen ami a nap állását illeti, a ti éneteket. A vízöntő jegye utal arra, hogy ti mindketten különös személyiség vagytok, más, mint mások, és vannak jó ötleteitek, ami megvalósulhat. A hold szimbolizálja az érzelmeket, de utal anyai témákra is. Nála a hold a bak jegyében van, ugyanúgy, mint Rahu, a felfele mozgó hold csomó, ami nála szintén a bak jegyében van. Érdekes, mert a sorsok bolygója, Szaturnusz, itt mozog ez évben a bak jegyében, tehát eléri nála a holdat, eléri nála ezt a kármikus csomót is, lesznek nála ilyen kármikus témák, és egy sors döntő fordulat, erre utal Szaturnusz bolygó. A te horoszkópodban a hold a szűz jegyében van, mindkettő, a bak jegye is, és a szűz jegye is a föld eleméhez tartozik, tehát amiről ti álmodoztok, azt szeretnétek megvalósítani, és megvan köztetek a harmónia. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő elvárásait a párkapcsolat területén. Nála Vénusz bolygó a nyilas jegyében van, itt kell mozgás és egy irány, azon kívül jelenti a tűz elemét, tehát ő elvárja azt, hogy a társnője bátor legyen, tevékeny, és utal a testi kapcsolatra is. A te horoszkópodban Vénusz bolygó, ami a te nőiességedet mutatja, az a halak jegyében van, te inkább olyan álmodozó vagy. Mars bolygó utal az erőre. Erre nekünk, hölgyeknek is szükségünk van, mert ezzel védjük magunkat. Így tudjuk bebizonyítani magunkat az életben. De utal a lelki társra is. A férfiaknál Mars bolygó szintén az erőt mutatja, és a férfiasságot. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, azaz Skorpión jegyében van. Ez egy erős Mars pozíción, mert Mars bolygó uralkodik a Skorpión jegye felett. Nála megvan a belső erő is, ami a férfiasságát illeti. Itt érzelmekről, mély érzelmekről van szó, mert a Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és az szimbolizálja az érzelmeket. Azon kívül a Skorpión jegye uralkodik a szexuális témák felett, tehát nála ez itt a középpontban áll,
Ugyanúgy, mint ahogy Vénusz bolygó a tűz eleménél szintén testi kapcsolatra utal, ez számára nagyon fontos a párkapcsolat területén. A te horoszkópodban Mars bolygó a bak jegyében van, és idén Szaturnusz bolygó eléri ezt a pontot, tehát az kihat a lelki társadra, a párkapcsolatodra, és itt lesznek sors döntő változások, egy sors döntő fordulat. Kedves Anilia, így tudtam a titkokat elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!